Gyere, borító. A borító nevet kapta, mert be kell tekerni azt, hogy meg tudjuk egyetlenül is majmot. És aktív muzika. Ha nem tekeritek be, akkor annyira akkor, izgága, hogy elugrik. Igen, igen. Hát ez akár mókus is lehetne. Igen. És a borító nevet kapott ez a nyuszika. Nem szereti a kaját? Hát még fél, tehát új neki. Utána már a szájában van, akkor már most már eszik így. Ő egy mezei nyuszika. Tegnap előtt érkezett. Találták egy kert végében. Próbálták kivárni, hogy a szülő megjelenik, de nem jelent meg úgy, hogy elhozták. Valami megzavarhatta a nyúl családot, és miért került ő kimentésre. De akkor egészséges? Ebben a pillanatban egészséges, igen. Azt azért tudni kell, hogy a mezei nyulat nagyon-nagyon nehéz életbe tartani. Elég nagy szokott lenni náluk a pusztulás. Hát bízunk benne, hogy sikerül, és befogadja a szervezet ezt a cica tejpótló tárcert. Van még másik két nyúzink. Nekik mi a történetük? Ők hogy kerültek hozzátok? Őket is ma hozták, ők is ilyen lehetetlen helyen találták őket, és döntöttek, hogy elhozták. Volt már nyúzink, kettő, a Hope nevezetű nyúzik. Ő körülbelül ekkora korában érkezett, mint ez a nyúzika. Őt már elengedtük. Azt mondtad, 70 dekás súlyukig maradnak itt, és utána elengeditek őket? Szabadon engeditek? Vagy utána, igen, igen, keresünk egy jó életteret számukra, ahol nagyjából nyugalmuk van, és visszaadjuk a szabadságukat. Persze nem szeretnék őket fogságban tartani, hisz azért egy nyúlnak egy ketrec azért kicsi, de még egy udvar is kicsi, főleg egy ilyen mezei nyúzik.